Mennyiben volt más a helyzet 2018-ban 2022-höz képest? Elsősorban erre a kérdésre adott választ Sátoraljaújhelyi látogatása során Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy 2018-ig egy viszonylagos nyugalom jellemezte Európát, majd két év múlva ez a rend felborult. 2018-ban 6 olyan év után voltunk, 6 bőven év után voltunk, amikor a 2010-es polgári kormányzati munka kezdett, tehát követő két nehéz év, amikor gyakorlatilag egy csődhelyzetet örököltünk, és két nehéz év után sikerült a gazdaságot növekedő pályára állítani, és akkor már úgy voltunk, hogy 6 éve mindig egyre több volt, amit el lehetett osztani, folyamatos béremelkedések, kedvező környezet idehaza a vállalkozásoknak és azoknak, akik munkát keresnek, egyre több munkahely, egyre több munkavállaló, és a kedvező külgazdasági környezet is társult ehhez. Ez alapvetően változott meg két évvel később, 2020 tavaszán, koronavírus járványal, ahogy leállt az ország, leállt a gazdaság, elkezdődött az a háború, ami számtalan olyan következménye van, ami az egész világra és az emberünk Magyarországon is kihatással van. A miniszter beszélt az uniós forrásokról is. Elmondta, hogy nem vagyunk kitéve az Európai Bizottságnak. Ezt erősíteni is fogják. Teljesen nem vagyunk kitéve. A helyzet ugyanis az, hogy az Európai Unióban még mindig nagyon sokféle döntést kell meghozni, és ezeknek még mindig egy jelentős része olyan, amit csak egy hangulat lehet meghozni. És miután például a jelenlegi költségvetést a bizottság módosítani akarja, hogy Ukrajnának, meg saját magának több pénzt adhasson, nem mint a brüsszeli bürokrácia fizetés emelésével. Ezért az nem megy a mi hozzájárulásunk nélkül. Ha meg nem adunk pénzt Ukrajnának, akkor az a néhány ország nem tudná elszámolni saját maga előtt, és még több ország nem tudná elszámolni az Egyesült Államokkal, akik azt várják, hogy mindenképp adjunk pénzt. Tehát van egy csomó olyan kérdés, amit az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság nem tud eldönteni anélkül, hogy egyhangú döntés születne ezekben a kérdésekben. És ezért előbb-utóbb meg kell egyezzenek velünk. Ezzel együtt Gulyás Gergely szerint csak a hatalmi érdekek érvényesülése zajlik most Európában, ami az unió szétverésére is irányul. Ebben Magyarország nem vállal szerepet, de beszélt arról is, hogy a migráns politika kapcsán hazánk továbbra is kitart álláspontja mellett.